mai videóban frissíteni fogjuk a milyen processzort vegyek ősrégi, de igen nagy sikerű videóban sokatok kérésére. Ezzel elindítjuk a frissített sorozatunkat, ahol az alaplap és a GPU választós videó is frissítve lesz kövi videókban, mert az igazat megvalva mindegyikre ráfér már egy frissítés, főleg az alaplaposra. A mai videóban lesz szó APU-król, legjobb budget CPU-ról, legjobb gaming prociról, nyilván beszélünk a Ryzen 3000 szériáról is, és a Threadripper procikat is bevonjuk a képletbe. Ebben a videóban csak olyan processzorokról lesz szó, amiket megvásárolhatsz már ma. A jövőbeli processzorokat ebbe a videóban nem fogom beletenni, hogyha azok majd kijöttek, vagy bármit lehet róluk tudni, akkor azt majd egy news videóban, vagy egy későbbi update videóban tudatom veletek. Nem is húznám tovább az időt, csapjunk bele! Ha valakinek a mai világban semmi másra nincsen szüksége, csak arra, hogy legyen egy számítógépe, amivel nyugodtan tud gyorsan office dokumentumokat létrehozni, 4K videókat megnyitni, igazából általános internet böngészése kell neki csak a gép, akkor nagyon-nagyon-nagyon költséghatékonyan azt meg tudja ma már tenni az Atlon 200 GE vagy az Atlon 3000 G-nek köszönhetően. Ezek a processzorok kettő maggal 4 szállal rendelkeznek és három a Compute Unitot tartalmaznak integrált videókártyaként a kupak alatt, ami tökéletes elég arra, hogy valaki egy házimozi PC-nek használja ezt a gépet, vagy mindenféle általános dologra a játékokon és nyilván videószerkesztésen kívül. A kettő között nem sok különbség van. A 200 g a Zen, a 3000G pedig a Zen Plus architektúrára épül, de meglepően a 3000G is ugyanúgy maradt 14 nanométerre, mint az első Zen generáció. Viszont ezzel nincs is semmi baj. A 14 nanométeres procik olcsóbbak, mint a 12 nanométeres processzorok, ami ebben a kategóriában egyáltalán nem befolyásolja, az élményünket, és még az árakat is lent tartja. Az, aki spórol a pár ezret, az vegye az Atlon 200 g t az, aki egy hajszállal gyorsabb protit szeretne egyenesen a dobozból, magasabb óraélek miatt, az vegye a 3000 g -t. Egy dologra kell odafigyelni, hogy az az alaplap, amit ezekhez az APU-khoz veszel, azok támogassák a HDMI 20 t vagy rendelkezzenek valamilyen DisplayPort kimenettel, attól függően, hogy milyen kijelzővel akarod használni a masinádat. Viszont, mi van akkor, hogyha valakinek több pénze van, és ő nem csak egy Atlon processzort szeretne venni, Magának, de még mindig nem érdekli az, hogy egy dedikált videokártya legyen a gépében, mert neki nincsen szüksége rá. Azoknak ugye ott van a 2200G, 3200G, 2400G, 3400G. A 200-as végű processzorok 4 mag 4 szállal rendelkeznek, és 8 Compute Unitot tartalmaznak, a 400-ra végődő processzorok azok pedig 4 mag 8 szállal rendelkeznek, és 11 Vega Compute Unitot tartalmaznak. Először is beszéljünk arról, hogy mi a különbség a 2000-es és a 3000-es csipek között ebben a kategóriában. Az APU-k mindig egyen le vannak maradva az asztali iGPU nélküli procikkal szemben, egy generációval. A 2000-es APU-k 14 nanométeres architektúrával rendelkeznek, ugyanúgy, mint az 1000-es Ryzen processzorok annak idején, és a 3000-es apu pedig a második generációs 12 nanométeres architektúráját kapták meg, egyen mindig le vannak maradva az asztali integrált videokártya nélküli processzorokhoz képest. Itt jelen pillanatban az APU-knál igazából architektúra szinten ez olyan 3-5% plusz jelent magonkénti erőben, a 3000-esek javára nyilván, és egy kicsit fejlettebb memóriakontrollert is hoznak magukkal a 3000-es apu ami akkor megéri a pénzét, ha csak pár ezer forint pluszról beszélünk. Na és így, hogy átdumáltuk az elméletet, nézzük meg, hogy mai friss áron, azaz június másodikai friss áron én az APU közül melyiket venném meg. A 200 GE és a 3000 g között annyira, annyira apró ma már a különbség, hogy tényleg maximum egy 1000-1500 forintról beszélünk. Ha valakinek egy gyors HTPC, vagy Office gép, vagy netböngésző gép kell, egy laptop helyettesítő kis kompakt masina, akkor igazából tényleg olyan elhanyagolható a 200 GE és a 3000 g között a különbség, hogy simán a 3000 G-t ajánlanám, ez a kettő közül. Hogyha egy kategóriával feljebb lépünk, szóval itt már nem 2 magról, hanem minimum 4 magról, 4 szárról, maximum 4 mag 8 száról beszélünk, és ugye ezeknél a processzoroknál már lényegesen gyorsabb az integrált videókártya is az atlanokhoz képest, akkor a 2200 G olyan 30 000 forint körül kapható, a 3200 G pedig olcsó pár száz forinttal, úgyhogy itt egyértelmű, hogy a 2200 G az kiesik, és a 3200G az, amit ez a kettő közül nyilván meg kell vásárolni, mert egy hajszállal jobb az architektúrája, egy hajszállal magasabbak az órajelek, és egy hajszállal olcsóbb. Hát ez ennél jobb nem lesz, gyerekek. Aztán mi volt, ha a 2400G és a 3400G az, amit te kiszemeltél magadnak? Melyiket ved meg a kettő közül? Na ezt figyeld! 46836 a 2400G, Boah! Atya, gatja, gyerekek, azért ez Ezért óriási, óriási a különbség. És ahogy nézem, ennek a boltnak is azért elég jó értékelései vannak, de pah, micsoda! Semmi esetre se vegye meg senki a 3400 G-t, mert annyival, amennyivel itt ez drágább, annyival nem tud többet. Úgyhogy ezek ága, amíg, amíg elérhető 40, akárhány ezer forintos áron, ez a 2400 G, ez pedig ilyen 6, 55-60 körüli érték, mindenféleképpen, mindenféleképpen a 2400 g ajánlom, mert 9 ezer forinttal többet nem ér a 3400 g annak ellenére sem, hogy kicsit fejlettebb az architektúra, kicsit magasabb az órajel, nem, a 3200 g azoknak tudnám ajánlani, akik kicsit több erőre vágynak, egy sokkal gyorsabban reagáló rendszert szeretnének maguknak, vagy akár jobb jövőbiztonságot, mint amit az atom nyújtanának, de gaming nem igazán van tervben a jövőben sem, mert a 3200 g ben maximum 720p ultra low grafikás gaming jöhet szóba az integrált videókártyával, és a 4 mag 4 szál felett is jócskán eljárt már az idő, így videókártyát sem ajánlanék mellé a jövőben. A 2400 g azoknak ajánlanám, akik nagyon ritkán gémelnének az integrált videókártyával általános használat mellett, de mondjuk a jövőben terveznek egy dedikált videókártyát a gépbe, akkor a 2400G a fedélzeten lévő 4 mag 8 állával még teljesen jó játékélményt biztosítana, és így a gép építésének költségét is ketté lehetne szedni. Az integrált videókártyával ellátott processzoroknál azért annyit még el kell mondanom, hogy amellett, hogy az embernek oda kell figyelnie arra, hogy az alaplap, amiben ezeket a processzorokat szánja, rendelkezzen HDMI 2.0 vagy valamilyen DisplayPort kimenettel, még arra és érdemes odafigyelni, hogy ezek a procik az integrált videokártya miatt igénylik a gyors memóriát, mert ugye belegondolunk abba, hogy a videokártyákon milyen gyors memóriák vannak, egy több száz gigabyte per másodperces adatátviteli sebességekről beszélünk, ott még egy 3200 CL14-es memória is a maga 50 gigabyte per másodperces adatátviteli sebességével jócskán elmarad a videokártyáktól, így ha lassú memóriát párosítunk egy integrált videokártyás processzorral, az nagyban befolyásolhatja a játékbeli teljesítményét. Az integrált videókártyának. Ebben a kategóriában az 1200AF-et, az 1600AF-et, a 2600-at, a 2600X-et, a 2700-at és a 2700X-et vettem szemügyre. Felmentem az árukeresőre is, megnéztem mindegyiknek az árát, és hosszas gondolkodás után kettő processzor az, amit itt kiemelnék. Az első az 1200AF. Ez egy 4 mag 4 szálos processzor, ami megkapta a Zen Plus architektúrás, azaz a második generációs Ryzeneknek a frissített architektúráját. Ez a processzor erőben jócskán elmarad a többi felsorolt processzortól, viszont a 19-20 forintos ára tökéletes processzornak teszi azok számára, akiknek van otthon egy gyengébb videókártyája elfekvőben, és szeretnének maguknak egy gyors HTPC-t összerakni, de ne is csak házimozi gépről beszéljünk, hanem általános használat, office, netböngészés, 4K videó lejátszás, többi. Azoknak Tökéletes választás lehet ez a processzor azért, mert olcsó, mint az állat, és nem kell egy másik 4-mag 4-szálas processzorra sokkal magasabb árat kifizetni, amiben van integrált videókártya, viszont azt az ember nem is használna. Aztán a többi processzor közül az, az 1600AF 2600-2600X 2700-2700X közül a tökéletes választás én szerintem a piac jelenlegi állása szerint ár-értékarányt szem előtt tartva az 1600AF. Az 1600 AF, ugyanúgy, mint az 1200 AF, megkapta a második generációs Ryzeneknek a frissített architektúráját, azaz az 1600 AF az egy az egyben megfelel a 2600-zal, a kettő között az egyetlen különbség az az, hogy az 1600 AF egyenesen a dobozból egy picit alacsonyabb órajelekkel érkezik, amit manuálisan mi pillanatok alatt tudunk orvosolni. A többi processzort azért hagynám ki ebből a kategóriából, a 2600-at, a 2600X-et, a 2 2600 1700 és a 2700X-et, mert a jelenlegi árukon egyáltalán nem érik meg. Ha felmegyünk az árukeresőre és összehasonlítjuk az árakat, akkor láthatjuk, hogy az 1600 AF az ilyen 35-37 ezer forintba kerül. A 2600 már 39 plusz, és ugye egy-egyben ugyanarról a processzorról beszélünk, egyértelműen az 1600AF a nyertes. Na de miért mondom azt, hogy a többi processzort egyáltalán nem ajánlom annak, aki budget processzort keres, sőt még annak sem, aki egy erősebb játékos processzort keres magának, mert a 2600X az olyan 50 pár ezer forintba kerül, a 2700 az 55-től indul a 2700X-nek irgalmatlan 65 000 forint fölötti ára van, a 3600, az pedig 58 plusz. Na de miért kavarom ide a 3600-at, amikor ugye első és második generációs ryzen volt szó ebben a kategóriában? Annak az az oka, hogyha én a 2600-tól egészen a 2700X-ig bármelyik processzort választanám az 1600 AF helyett, az nagyon-nagyon minimálisan, még a legjobb esetben is nagyon minimálisan növelné meg a kapott FPS-eimet játékokon belül, de ha játék már nekem mondjuk szempont lenne az is, hogy például használnám a gépemet videószerkesztésre, még akkor sem ajánlanám ezeket a processzorokat a 3600 miatt. Az 1600 AF-nél nem nyújtanak sokkal többet, és ugye ez itt most a budget kategóriánk, és hogyha a budget királynál az 1600 AF-nél neked több teljesítmény kéne, akár játékokon belül, vagy akár videószerkesztésre, vagy ilyesmi munkákra, akkor a 3600 jellegi árán az összes előbb említett processzort simán eltörli, mivel a 2700X-nél is gyorsabb a 3600, annak ellenére, hogy kettővel kevesebb mag van benne, bármilyen programról beszélünk. Ha már játékokról van szó, akkor viszont a Zen 2-es architekturális optimalizálások miatt a 3600 játékokban nyújtott teljesítménye sokkal több is lehet. Nyilván ez játékfüggő, lesz olyan játék, ahol kisebb a különbség, lesz olyan játék, ahol hatalmas a különbség, akkor is általánosságban beszélve a 3000 széria sok de sokkal többet nyújt játékokban, mint az előzőek. És ez egyáltalán nem kompromisszumos, mert annak ellenére, hogy kettővel kevesebb mag van benne, még programokban is ugyanúgy teljesít, mint akár egy 2700X, és most már olcsóbb is. Szóval, ebben a kategóriában, ha valaki a legjobb ár-érték arányú budget processzort keresi magának, akkor az 1200 AF-et ajánlom. Ha valakinek csak egy laptopot helyettesítő, egy gyors HTPC, egy általános használtak elő gép kell, de van otthon egy gyenge, elfekvő videó, jó kártyája, amit tud használni, az 1600 AF pedig akkor, hogyha valakinek egy teljes körű jó gaming gép kell, amiben már alapból egy izmos processzorral szeretne startolni, de a vesélyét is szeretné megtartani. Az előbb említett dolgok után szerintem senki nem fog meglepődni azon, hogyha azt mondom, hogy ha az ár értékarányt is szem előtt tartjuk, akkor a mai piacon kapható legjobb gaming processzor az a Ryzen 5 3600. Na de mi van a 3600X-el? És hogyhogy -hogy nem említettem a vadonatúj 3100-at és 3300X-et? Na ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljam, menjünk vissza még egyszer árukeresőre. Először is beszéljünk arról, hogy miért nem ajánlom a 3600X-et a 3600 helyett. A 3600X nagyon minimálisan magasabb órajelekkel érkezik egyenesen a dobozból, mint a 3600, és minimális esély van arra, hogy minőségi szilíciummal fog érkezni az a processzor, mint a sima 3600. Viszont, amikor megnézzük a 3600-nak az árát és látjuk, hogy ilyen 58 plusztól indul körülbelül, átmegyünk a 3600 -ra, és 68 pluszról indulunk. Egy tízessel hosszabb, és azok a dolgok, amiket az előbb felsoroltam különbségekként, azok nem igazán érnek 10.000 forintot. Szóval, ha jövőben 3600 és 3600 X között vacilálsz, és az árkülönbség kisebb, olyan mint tudom én 3 4000 forint maximum, akkor azt mondom, oké, vegyél 3600 X-et, de amíg a két ár között ekkora különbség van, simán a 3600 a jobb választás, ha az ár érték arányt is szem előtt tartjuk. Na és akkor mi van a 3100-zal és 3300X-el? A 3100-nak és a 3300X-nek egyetlen ugyanaz a problémája, szar az ár. A 3100 40 ezer forintba kerül. Na no, már most a játékbeli teljesítménye az egyező megegyezik az 1600 AF-fel, és itt kettővel kevesebb, és itt kettővel kevesebb magot is kapunk, és annak ellenére, hogy ez Zen 2-es architektúra, kettő külön CCD-ben tartalmazza a két-két magját. Ez magasabb késést jelent utasítás-végrehajtásokban. Lényeg a lényeg, ez a processzor így, hogy több ezer forinttal többbe kerül, mint 1600AF. Játékbeli különbség nincsen, teljesítménybeli különbség van, az 1600 AF sokkal erősebb, olcsóbb, nem tudom ajánlani a 3100 at a jellegi áram. A 3300X pedig szintén az áram miatt nem jó, mivel hogyha megnézzük, hogy a 3600 mennyivel kerül többen ála, akkor egy tízessel kell fizetnünk többet, a 3300X-nél viszont kettő maggal többet kapunk, egy sokkal erősebb processzort kapunk azért a 10-esért pluszba. A 3600 mindenféle tekintetben jobb, egy sok oldalú processzor, mint egy 3300X, így én pazarlásnak tartanám kiadni ezért a 48 et inkább megtoldanám egy tízessel, tudom, hogy ez egy tízessel több, de egy sokkal, de sokkal jobb jövőbiztosabb processzort veszel magadnak. Na de mi van akkor, hogyha te jó játékbeli teljesítményt szeretnél magadnak, de a gép nem csak játék? kell neked, akkor jött szóba számodra a többi 3000-es Ryzen processzor, vagy a Threadripper procik, azokra is ki fogunk térni később külön saját kategóriában. Egyelőre maradjunk a 3700, a 3800, a 3900 és a 3950 x nél Ugyanúgy, mint az előbb a 3600 és a 3600X között, a 3700X és 3800X között is egy az egybe ugyanaz a különbség, az egyik egy picit magasabb órajel érkezik, mint a másik. Viszont az architektúra ugyanaz, a cache mérete ugyanaz, minden egy az egybe ugyanaz, annyi, hogy egy picivel magasabb az órája a 3800X-en, és egy minimálisan, és egy picivel nagyobb esélyünk van arra, hogy megnyerjük a szilícium lottót, hogyha a drágább processzort választjuk ez a kettő közül. Mind a kettő 8 mag 16 szál, úgyhogy menjünk vissza az árukeresőre, és nézzük meg, melyiket éri megvenni. A 3700X a mai járán, az árukereső olyan 100, 101 ezer-től indul fölfelé. A 3800x pedig azért elég eltérő, hogyha megnézzük a legtöbb boltot, akkor olyan 110, 111-től egészen elmenjünk 115-ig, de van itt 16 bit, tessék, 106 ezer. Hogyha valaki meg tudja venni ezt a processzort 106 000-ért, azaz a kettő processzor között a különbség olyan, mit tudom én, 4-5 forint, akkor azt mondom, hogy oké, okay. de hogyha nagyobb az árkülönbség a kettő között, akkor az előbb felsoroltak, ugyanúgy, mint a 3600-aknál, nem éri meg azt a plusz 10 ezre. Ha 106 ért meg tudod venni, akkor azt mondom, repüljön a 3800 a gépbe. Sajnos a 3600 és 3600 X-hez képest azért már elég kemény prémiumot kell fizetnünk a plusz két magért, bár az igaz, hogy a 3700 X és a 3800 X egy hajszállal nagyobb L1 és L2 kessel jön, meg jobb gyári hűtőkkel, az akinek nagyobb számolási teljesítmény kell, mint egy 6 magos Ryzen 3000 proci, annak nincs más választása, mert ezek az árak is sokkal jobbak, mint amit az Intelnél találunk. Na de mi van akkor, hogyha valakinek ennél is több erőre van szüksége. Azoknak másik két lehetősége van. A 3900X és a 3950X. Na, ez a két processzor közül egyetlen egyet tudok nyugodt szívvel ajánlani, ami nem más, mint a 3900X. Ha megnézzük az előbb említett két processzornak az árát árukeresőn, akkor láthatjuk, hogy a 3900X 146-147 ezer forinttól indul. Aztán, amikor átmegyünk a 3950X-re, Ó, oh, hát egy teljesen másképp fogad minket. Uram, atyám, Kett 273-tól indulunk, de a jellemző bár inkább olyan 280. A 3900X ára, ha engem kérdeztek, szerintem rendben van. Ha a 3700X-el hasonlítjuk össze a 3900X-et, akkor azért négyel több magot kapunk, és a cash mérete is jócskán megnő, és a cashről sem szabad megfeledkezni, mert az sem egy olcsó dolog a processzorban. Viszont a 3950 ára az oké, hogy a 3900X-hez képest még négy maggal többet kapunk, és egy, egy hajszállal nagyobb az L1 és L2 kesmérete, akkor is atya ég, ez mondjam, dupla árat kell fizetni. Azért a 4 mag pluszér, azzal a kevés kessel. Eszméletlen ára van. Tényleg csak olyanoknál tudnám elképzelni a 3950X-et, akiknek tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy legyen plusz 4 mag, és legyen több kes, mert az, hogy 100%-ért drágábban megveszi a 16 magot, az neki annyit levesz a munkájából időben, hogy az kifizetődő. Szóval neki az a nem pénzkidobás, hanem befektetés. De akkor is eszméletlen ára van. Egyébként a 3900X és a 3950X rendelkezik, ugye a lehető legjobb minőségi szilíciummal, főleg ugye a 3950X, de mivel ezek kettő csípletben tartalmazzák ugye az összes magot, ezért kétszer akkora felületen adódik át a hő a kupaknak, az pedig továbbadja ugye a hűtőbordának, az alacsonyabb heat density miatt, ezek a csípek annak ellenére, hogy éhesebbek, mint az előzőek, és több magot tartalmaznak, sokkal jobban Üthetőek. Szóval akkor ebben a Best Gaming és Ryzen 3000 kategóriában azok válasszák a 3600-at, akik a lehető legjobb árértékarányú arányú gaming processzort keresik maguknak, és igazából nagy teljesítményre ugye játékon kívül nincsen szükségük, mert nem foglalkoznak videóvágással, animációval, akár milyesmivel. ilyesmivel. Akiknek több erő kell, mint egy hat mag, ott a 3800X igazából a jelenlegi áram, egy pár ezer forint a drágább, mint a 3700X. Egy jobb vásárlás, egy jobb döntés, kicsit magasabb órajel, kicsit jobb minőségű szilíci picivel magasabb ár, ez így teljes mértékben rendben van. Ha valakinek még több erő kell, mint 8 mag 16 szál, azoknak a 3900X-et tudom ajánlani, mert annak még észszerű ára van, négyel több magot kapunk, sokkal több a cash, sokkal jobban hűthető a dolog, jobb minőségű ismételten a szilícium, és itt már a megnövekedett cash méretnek köszönhetően az FPS-ünk is egy icipicivel több lesz, mint a többi Ryzen processzorral. Na de mi van akkor, ha valakinek ennél is több erő kell? Hm? Threadripper. 3960x, 3970x, 3990x. Na, itt először hat fejtsem ki a gondolataimat a 3000-es Threadripper családdal kapcsolatban. Én első generációs Threadripper felhasználó rendkívül szomorú voltam, amikor kiderült, hogy nem fogom tudni upgrade a gépem egy sima CPU cserével, viszont annak örültem, hogy jött új chipset, mert azért az első két generációra jutó X399-es lapok hagytak rengeteg kívánni valót maguk után. Meg azért az érthető, hogy nem akarták magukat a régi chipsetes kialakításra korlátozni. Ha az ember megnézi, milyen teljesítmény leadásra képesek ezek a behemó csipek, akkor ez szerintem meg is érti. Beszéljünk kicsit az árukról. Amikor ezek a procik kijöttek, akkor sokan panaszkodtak amiatt, hogy magas az áruk, amivel én egyáltalán nem értettem egyet. Ha a 2000-es threadripper kiadási árához hasonlítjuk a 3000-es TR-ek rögtön kiadás utáni árát, akkor kb. 100 dollárral kerültek azok többe, de eszméletlen újításokat hoztak magukkal. Sokkal jobb architektúra, mega memória kontroller külön hatalmas ájódája, amivel teljes mértékben kiküszöbölték az előző 24 és 32 magos WX-es TR procikat a második generációból. Azoknak a prociknak óriási hibája volt a memória elérés, és akkor még meg sem említettem az észbontó cache méretet. A 3960X esetében fél, a 3970X esetében 146, a 3990X-ben pedig összesen 209 megabajt kest található. De jó ég! Aki nem tudja, hogy mi volt az előző 24 és 32 magos threadripper gondja, azoknak gyorsan elmagyarázom. A második generációban lévő 2970 és 2990 WX processzoroknak a legnőbb hibája az az volt, hogy a magok felének volt csak közvetlen memória elérése. Ez pedig azért, mert a Threadripper processzorok úgy néznek ki, hogy itt van egy die, itt van még egy, itt van még egy és itt van még egy. Na no, már most ezek a következőképpen vannak be. Be. Ez a dai van bekötve erre a két memória ez a DAI, pedig erre a kettőre van bekötve. Ez azért volt hatalmas probléma, mert amikor ebben a csípben lévő magok szerették volna elérni a memóriát, akkor ezeknek meg kellett kérnie ezt a csípletet, hogy légy szíves, meg nekem ezt a memóriában, és amikor visszafelé jött az információ, akkor is. Szóval a magok felének nem volt közvetlen memória elérése, ami irgalmatlan mód megnövelte a késést, és azok a munkafolyamatok, amik érzékenyek voltak a memóriában, memória elérésre rendkívül rosszul szerepeltek ezeken a processzorokon, csak és kizárólag azért, mert a magok felének nem volt közvetlen memória elérése. Na már most, az új prociknál ilyenről már nincs szó. Csúcsminőségű szilícium, meg a teljesítmény, és ami a legjobb az egészben, hogy az architekturális optimalizálás miatt a gaming ezeken a procikon jobb, mint valaha. Eddig úgy volt, hogy valakinek erős gép kellett, egy workstation PC kellett neki, akkor azokon a gépeken általában a játékok sokkal rosszabbul futottak, mint mondjuk annak idején egy Mag 8 gépen, ugye? Mert a játékok sosem voltak több száll, több mag felhasználására optimalizálva. A mai videóban említett összes Ryzen processzornál magasabb FPS-eket fogsz elérni ezekkel a TR procikkal, az orbitális kesnek és architekturális csiszolgatásoknak köszönhetően. Ennyi újítás és javítás után én egyáltalán nem tartom drágának ezeket a TR procikat, mert az internet szembeni történt fejlesztés és javítás nem csak ültek a babérjaikon. Ezek a TR procik kifogástalanok, és ebben a kategóriában egyáltalán nincs versenytársuk, itt most az AMD csúcsulatronon a trónon, és ha az Intel mentalitással adották volna ezeket a csipeket a piacra, akkor 3-4 szeres árakról beszélnénk most. Ennél a kategóriánál nem igazán térnék ki arra, hogy melyik éri meg ár-érték arányban, mert itt már sokkal fontosabb az, hogy az az adott folyamat, amire a chip használva lesz majd, mennyi időt spórol a felhasználójának. Legyen szó szimulációról, 3D animálásról, 8K renderről, mert ilyen munkafolyamatoknál az idő pénz, itt már mindenki el tudja dönteni maga, hogy melyik az a proci, ami igazán neki való. És akkor a végére egy kis összegzés. Hogyha neked egy integrált videokártyával rendelkező processzorra van szükséged, akkor egészen az Atlon 3000G-től a 3200 g a 2400G-ig vezet az út, függően attól, hogy neked mekkora teljesítményre van szükséged, és később tervezzel az a processzor mellé rakni egy videokártyát. Ha a legjobb budget processzort keresed arra a célra, hogy egy használható internetböngésző általános felhasználásra való gépet építs magadnak, viszont neked nincs szükséged integrált videokártyára, akkor egy 1200 az AF egy otthon elfekvő videókártyával tökéletesen kiszolgál majd, és egy gyors, használható rendszered lesz. Ha játszani is szeretnél, de mégis budget processzort keresel magadnak, akkor az 1600 AF-et ajánlom neked a frissített Zen Plus architektúrájával, olcsó árával, az egyik legjobb ár-érték arányú belépő processzor, és már itt is 6 magról 12 száról beszélünk, ami tuningolható. Ha a legjobb gaming processzort keresed, és másra nem szeretnéd használni a gépet gamingen kívül, szóval az lesz a legmeg terhelőbb feladata a gépednek, hogy játszol rajta, egyértelmű 3600. Viszont ha te nem csak játszanál, hanem azért dolgoznál is a gépeden, akkor a mai árak mellett a 3800X lenne a következő lépcső, amire én kiadnám a pénzem, a felett pedig a 3900X, mert a 3950X-nek elképesztő ára van. A Threadripper kategóriában meg szerintem elméletben mindent kivesésztünk az ég egy adta világon, és az már úgy is az a kategória, ahol professzionálisok dolgoznak, azok legtöbbször el tudják dönteni azt, hogy mekkora árat éri meg meg kifizetni egy processzorért, mert az a processzor cserébe annyi idő nekik, ami kifizetődő. Hú, Remélem srácok értékelitek majd ezt a videót, mert fog ennyi X-et, meg processzort kimondani, meg cast, meg hú, rémálom volt, mire fölvettem. Egyébként szerintem ez a valaha volt a leghosszabb videóm, hogyha figyelmen kívül hagyjuk azokat a több órás Twitch feltöltéseket, amiből talán van egy-kettő a csatornán. Irgalmatlan munka volt ezt, ezt összerakni, úgyhogy ja, tényleg, remélem, hogy tetszeni fog nektek. Az, aki értékeli a munkám és végignézte a videómat, az legyen szíves a videó alatt dobni egy távirányító kommentet legyen a mai titkos szó távirányító. RP hangeffektet hallottál. Oh, wow. Ezzel a végére is értünk a Milyen Procit vegyek videó frissített változatának. Remélem azért a 2021-es Milyen Procit vegyek videóban már szerepelni fog Intel is jó árérték aránnyal, mert azt pontosan tudjuk, hogy a verseny az a leges, leges, legjobb dolog a vásárló számára, mert hajtja előre a fejlődést, és emellett nyomja le az árakat. Ennyi fért volna a mai epizódba. Remélem ez a frissített videó segít majd abban, hogy Milyen Procit vegyél magadnak, ki tud választani melyik a neked való, és semmiképpen ne költs többet, mint amennyit tényleg szükséges. Te melyik kategóriából választasz majd magadnak processzort? Írd meg kommentben! Ha tetszett a mai videó, akkor kérlek jutalmazd meg egy lájkal és egy megosztással, hogy ez a videó minél több emberhez jusson el, és ezekkel a lájkokkal, megosztásokkal rendkívül sokat tudtok segíteni a csatorna előrehaladásában, teljesen ingyen. Ha nagyon tetszett a mai videó, akkor kérlek látogass el a Subscribe Star oldalamra, és támogass, hogyha ezt megteheted. Iratkozz fel, hogy a jövőben egy ilyen videóról se maradjál. És ha már arra jársz, akkor fogd le azt a rohadék harangot, tegyél a fejére egy törölközőt, és addig önsd azt a törölközőt vízzel, amíg mozog. <laughs> Mik történnek ezzel a haranga? Most pedig az összes támogatóm listáját fogjátok látni. Nagyon szépen köszönöm srácok mindenkinek a támogatást. Ti tartjátok bennem a lelket igazán, hogy ez, amit itt csinálok, soha ne hagyjam abba.